Úgy gondolom, hogy azért lett a magánkiadás ellenére sikeres, mert az első két kötet nem magánkiadásban jelent meg. Tehát eleve, amikor mi megjelentünk a harmadik kötettel magánkiadásban, akkor már megvoltak azok az olvasók, akik várták ezt a harmadik, és most már ezt a negyedik kötetet, amelyik megjelenik. Tehát igazából a sikert az okozta, hogy, hogy, volt egy stabil olvasó tábor, amelyikre építeni lehetett. És ez lehetett az, ez az oka annak, hogy ez egy pénzügyileg, ha nem is sikeres, de egy, egy önmagát finanszírozó vállalkozás se tudott válni. Úgy gondolom, hogy igazán, ami, ami ebben a helyzetben még Segítette azt, hogy, hogy viszonylag sikeres lett a könyv, az hogy az interneten keresztül közvetlenül el tudtuk érni az olvasókat. Tehát nem volt szükség arra, hogy nagykereken, illetve egyéb közvetítőkön keresztül jussanak hozzá a könyvhöz, hanem rajtunk keresztül is meg tudták vásárolni a harmadik kötetet, és majd így a negyediket. Így lehetségesé vált az, hogy gyakorlatilag az olvasók ezáltal, hogy ezeket a könyveket megveszik, finanszírozták azoknak a könyveknek az előállítását is, amelyek nagy kereskedésbe kerülnek. Tehát ilyen módon jó az, hogy volt egy internetes háttere, és egy ez az internetes háttér egyébként nagyon jól felhasználható, abban is, hogy a kiadók közvetlenül elérjék az olvasókat, és elképzelhető, hogy ez a könyvkiadásnak egy jövője, hogy a kiadók közvetlenül az olvasóknak adják el a könyveiket a különböző terjesztők közvetítése nélkül, hiszen ez sokkal olcsóbb könyvárakat eredményez, és sokkal bensőségesebb kommunikációt, amely most a webkettes alkalmazásoknak a terjedésével egyébként is virágkorát éli. A negyedik kötet az jövő hét szombaton, tehát 29 május 29-én szombaton fog megjelenni, de most már az is biztos, hogy nem csak május 29-én szombaton, hanem a következő héten szombaton a könyvfesztiválon is lesz egy kisebb fajta ünnepség, vagy lehetőség az átvételre, illetve azra, hogy találkozzanak velem az olvasók, esetleg dedikáljam a könyvüket.